Portis Lajos és Horváth József pályázatával szemben a Sakkszövetség a tavaly még a csapatban játszó Balogh Csaba nemzetközi nagymestert választotta kapitánynak, ő pedig 11 év válogatottság és sakk olimpiai ezüstök után új szerepkörében Lékó Péter visszahozatalát ígéri többek között. Hát Balogh kapitány megnyitása jön most nálunk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Csaba, számított arra, hogy téged választanak? Ez egy hosszú történet volt igazából, mert amikor véget ért tavaly az olimpia 2016 októberében. Hát ez a bizonyos akkor, utána nagy indulatokat keltő sakkolimpia, ez a 15. helyről beszélünk. 15. hely, jó, ez egy külön történet, a 15. hely is, mert igazából egészen apró dolga múlott, hogy nem 5. hely lett belőle. Tehát az abban ilyen a sakk, hogy tényleg egy lépés. Utolsó fordulóban is ez történt, egy lépésen múlott, hogy nem 5. helyen végzett, ami után mindenki tényleg dicsért volna mindenkit, és egy óriási eredmény lett volna, de hogy ez az egy lépés az rosszul sikerült, így lettünk 15-ek, így meg mindenki számára negatívan jön le, de én ezt egyáltalán nem így éltem meg. Bocsáss meg Csaba, szerinted, hogyha az egy lépés az a másik irányba billen, és mondjuk 5. az a csapat, akkor most is Polgár Judit a szövetségkapitány. Most gondolok arra, hogy természetesen Polgár Judit egy más elfoglaltság miatt szállt ki, de lehet, hogy akkor nem azt a másik elfoglaltságot választja? Nem ezen múlott, tehát mindenki elégedett volt Judit teljesítményével, ugye 2 évet volt kapitány, 2015-ben a Európa-bajnokságon Reykjavikban bronzérmet szereztünk, ami egy óriási eredmény volt, és itt pedig szintén egy olyan olimpián, ami tényleg elképesztő, még az előzőeknél is erősebb lett, úgyhogy Amerika megvette gyakorlatilag a világranglista 2. és 3. játékosát, és akkor azok mellett ugyanúgy ott maradtak a további erős csapatok. Egy ilyen mezőnyben lettünk volna gyakorlatilag 5. így ennyi múlott, így Juditnak a lemondása nem ezen múlott, hanem az ENSZ-es megbízatása miatt. No tehát, az, hogy számítottál rá, hogy téged választanak, és hogy ebből adódik a másik kérdés is, hogy miért győzted le a pályázaton a legendát, a nemzet sportolóját, aki Portis Lajos, róla beszélünk, ugye számos kritikát megfogalmazott korábban. Igen, hát az, hogy legyőzni, nem tudom, nem biztos, hogy ez a megfelelő szó. Az elnökség nekem szavazott bizalmat, úgy talán precízebb, hogy mi lehet az oka, azt nyilván egyszerűbb a szövetség vezetőségétől megkérdezni. Nyilván az utólagos közleményekben azt mondták, hogy két okot soroltak föl, egyrészt, hogy tényleg a sakk az utóbbi időben teljesen átalakult, és a számítógépeknek köszönhetően gyakorlatilag már egy külön sportágra beszélünk a 10 évvel ezelőttihez képest. Igen, is, és éppen ezért választottak egy fiatalabb embert, aki ráadásul ugye ebből a csapatból jön közvetlenül. Igen, ez meg a másik ok, hogy én ugye 2005 óta minden évben a válogatottban játszottam, és gyakorlatilag ugyanazzal a kerettel, ami még most is megvan. Tehát mindegyiket nagyon jól ismerem, és kifejezetten jónak mondható kapcsolatban is vagyok velük, és ez is későbbiekben remélhetőleg előny lesz. Ahogyan a fociban, ugye a sakkban sem feltétlenül a legeslegőbb játékosokból lesznek a legjobb edzők és kapitányok? Ez benne van. Nyilván én arra fogok menni, hogy a legjobb tudásomat, vagy ahogy tudjam, segítsem a magyar csapatot, de nyilván itt se lehet ígérni semmit, én azon leszek, hogy jól legyen minden. Új munkához milyen új erényekre lesz leginkább szükséged? Ez szerintem azért nagyon fontos, hogy jó kapcsolatban vagyok, és mindenkivel ezért jól meg tudok beszélni minden. Gyakorlatilag ahhoz, hogy ilyen játékosaink lettek, ez ilyen mindegyiknek gyakorlatilag speciális személyiségre volt szükségük, tehát őket kezelni annyira nem egyszerű, viszont annak köszönhetően, hogy gyakorlatilag már 12 éve ennyire jól ismerjük egymást, és hát tényleg jó, a sakkon kívül is jó baráti kapcsolatot ápolunk, ezért így könnyebben fogom tudni, úgy gondolom, kezelni ezeket a személyes dolgokat. Na akkor nézzük azt, mert hogy azt mondtad és azt ígérted, hogy az Európa-bajnokságra Lékó Péter már visszatérhet a csapatba. Lékó Péter miért nem volt ott a csapatban? Ezt is próbálta mindenki megfejteni. Hát először is arra, hogy azt ígértem, az csak a célom. Túlzás? Az a célom, hogy nyilván teljes csapattal játszon, induljunk idén Görögországba október végén az Európa-bajnokságon.
de még ezen dolgozik a sakkszövetség is, meg én is természetesen, hogy ez megvalósulhasson, de azt mondhatom, hogy minden pozitív irányba halad, és úgy néz ki, hogy Lékó Péter visszatér. De jó, egyelőre még. Szóval még nem mondott ki azt, hogy igen, de azt mondott, hogy úgy tűnik, hogy sikerülni fog. De igen, például, igen. Hogy ezt lássuk, mert hogy itt természetesen nagyon elfoglalt, meg nagyon különös emberekről van szó, amikor sakkélversenyzőkről beszélünk. Például neked ez sok-sok órádba fog majd kerülni Péterrel beszélgetni folyamatosan erről, hogy hogyan, meg miért, meg milyen körülmények között fordul ő majd vissza? Igen, gyakorlatilag az egész kerettel, nem csak az 5 játékosra, hanem egy 9 fős keret van, akikből az 5 játékost fogom kijelölni. Mindegyikkel folyamatos kapcsolattartásban vagyok, és hát gyakorlatilag átbeszéljük az egész összes tervüket egész évre szólóan, és az alapján alakítjuk ki, hogy lehessen az év fő eseményére, erre az Európa-bajnokságra a legjobb állapotban érkezhessenek. Na most a Lékó Péternél természetesen akkor a fő érved az, hogy hát, hogy ott nagyon jó vagy, ott kell lenned, nem? Nyilván, hogy persze egyértelmű a helyzet, ennyire nem egyszerű, hanem itt meg kell állapodni egyéb dolgokról, és ezt a korábban említett tavalyi évet is tisztázni kell, de minden. Ott milyen problémák voltak egyébként? Tehát ezt belülről kellett látnod, hogy miért nem volt veletek? Igen, erről viszont az igazság, hogy jobb, hogyha az elnökség és az érintettek beszélnek, mert erről nem adhatok ki. Világos, tehát ez egy ilyen belső titoknak minősül, hogy mi az, amiért ő nincs most a csapatban. Egy biztos, hogy akkor hát végül is azt szeretnéd elérni, hogy ott legyen. Na most neked mekkora váltás lesz ez így 6 sakkolimpia, 11 év válogatott versenyzés után? Hát nem az asztal másik oldalára átülni, hanem egy teljesen új szerepbe. Igen, azt erre én is kíváncsi vagyok, hogy ez mennyiben lesz más. Nyilván teljesen más lesz, hogy ott van a 4 sakktábla egy fordulóban, és hirtelen nem én játszom az egyiken, hanem hátulról, alapvonalról figyelem az eseményeket, és gyakorlatilag csak a többieket segíteni tudom, parti közben különböző frissítőkkel, ahogy meccs közben tudok segíteni a többieknek. Hát ez furcsa lesz, ezt mindenképpen abban biztos vagyok, viszont igazából ez egy újabb kihívás életemben, ami elé bátran állok. Na most, ez hogy befolyásolja a te egyéni játékos karrieredet, illetve a válogatott béli szereplésedet, hiszen ugye elvileg megvan arra lehetőség, mint hogyha megint a futballból veszük a példát, annak idején a Chelsea-nél Gianluca Vialli ült vezetőedzőként a kispadon, és néha nem ment a játék, akkor becserélte saját magát. Igen, ez sajnos nem, vagy hát ki tudja, hogy sajnos, de ez nem lehetséges azután, hogy le kell adni a konkrét 5 nevet, hogy miből áll a csapat, ami ugye 4+1, tehát egy meccsen 4 ember játszik, hogyha abba az 5 névbe így magamat nem adom. Elvileg benne lehet a kapitány is? Elvileg megoldható lenne, hogy magamat is oda tenni. De te nem fogod. De én nem fogom, tehát én így mindig az 5-ből jelölöm ki. Sok fejtörés lesz, mármint hogy kellemes fejtörés, mondtad, hogy mekkora a keret, a bőség zavarával fogsz küzdeni, vagy azért nagyjából, hogyha ránézünk itt a 47-48-51. Világranglista helyezésekre, a vezető sakkozóinkra, akkor úgy azért körvonalazhatjuk, hogy fog felállni ez a csapat. Hát a magyar csapatnak az egyértelmű, az első 4 játékos a Lékó Péter, Rapport, Richard, Almási, Zoltán, Berkes, Ferenc, ők, akiknek biztos helyük lenne a csapatban. Igen, valóságban tudják, meg kell találni. Igen, ez nyilván ezen dolgozunk, hogy itt minden rendben legyen, és a ötödik fő ő lesz a kérdés, ami gyakorlatilag 5 főből kell majd kiválasztanom. Velük is folyamatosan tárgyalok, velük elsősorban az idei edzés és versenyprogram összeállításáról, hogy én az alapján állítottam össze a válogatási elveimet, hogy az idén nyújtott teljesítményük kimagasló versenyeken,
tehát megbeszéljük, hogy melyik versenyekre mennek el. Ezek mind olyanok, ahol kizárólag erős ellenfelek ellen játszhatnak, olyanok ellen, mint amilyenek az Európa-bajnokságon is lesznek, és az alapján, hogy játszanak, június közepén az egyéni Európa-bajnokság után tervezem meg kihirdetni a már egyéni csapatot. Európa-bajnokságon magad is ott leszel? Nem, korábban ugye minden évben játszottam, de most már azon se fogok. Versenyezni fogsz, de például ezen az egyéni EB-n nem leszel igen, ott. Igen. Na most a csapat Európa-bajnokság ugye Görögországban ősszel, milyen eredmény lenne ott siker, ami mondjuk ezt a 2016-os 15. helyet felettetné? Mondjuk, vehetjük az nem olyan túl régi 2015-ös szereplést, igaz? Igen, bár még egyszer mondanám, hogy ez a 2016-os igen, nem volt rossz eredmény, csak úgy számügyileg hangzik nem annyira jól. Hát igen, az viszont, hogy 2015 után ismét bronzérmet szerezzünk, ahhoz rengeteg dolognak össze kell jönnie, gyakorlatilag úgy kell elképzelni az Európa-bajnokságot, hogy itt ellentétben az olimpiában nincsenek ilyen töltelékcsapatok, hanem gyakorlatilag mind nagyon erős. Az első fordulóban is már olyan csapattal játszunk, ahol négy nagyon erős nagymester van, tehát igazából 40 csapatos az EB, és van 15, aki a dobogóért játszik. És hogy ebből a 15-ből melyik három kerül a legvégén oda, az egészen apró dolgokon múlik, és igazából nekünk az lenne a célunk, hogy a hetedik fordulóig, ugye 9 fordulós az Európa-bajnokság, hogy a hetedik fordulóig az élbolyban legyünk, és a végén az utolsó két forduló, ami mindig sakkban a legfontosabb, ez a úgymond hajrá, ott kell olyan eredményt elérni, amivel a végén az első három helyen végzünk, de ugye például ez történt tavaly, hogy az utolsó fordulóban az egy lépés, az a kis botlás, és amiatt lettünk 15-ek, tehát ez az a baj, hogy ez sakkban benne van, hogy egy lépésen most is múlhat a lehet harmadik vagy 15-ik a csapat. De természetesen most abban bízunk, hogy megint befelé pattan a labda, és ismét sikerül esetleg egy érmes eredményt elérni. Kapitány úr, sok sikert az új feladathoz! Köszönöm szépen!